A következő vendégünk dr. Kelemen Anna, aki az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet munkatársa. Nagyon nagyra becsüljük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és előadást tart itt most nekünk. Neurológus, gyermekneurológus, pszichiáter, neuropszichológus és epileptológus. Kiemelt szakterületei az epilepszia, a gyermekepilepszia kezelése, a gyermekneurológia, az epilepszia genetika és az epilepszia sebészet. Előadásában, amely a cannabis alkalmazása a neurológiában és az epileptiológiában címet viseli, szóval előadásában a cannabis alkalmazási területeit fogja megvizsgálni. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok mindenkinek, és egy kicsit kellemetlenül érzem magam, ugyanis Magyarországon nem használunk kannabiszt a mindennapi gyógyászatban, és tulajdonképpen úgy fogok beszélni erről a témáról, hogy mondhatnám, hogy nincs tapasztalatom ebben, vagy nagyon kevés tapasztalatom van. Úgy kerültem tulajdonképpen a képbe, hogy a kannabisz legalizáció vagy a gyógyászati alkalmazásának keretében vannak most már gyógyszergyár által szponzorált, illetve a gyógyszerészeti intézmények által ellenőrzött klinikai vizsgálatok. Ezek közül egy van Magyarországon, és ezt én vezetem, úgyhogy most már kezdünk némi tapasztalatra szert tenni. Biztos már sokan elmondták, ugye, hogy a kannabisz hatóanyagai a kannabioidok, és a kannabioidok azok lehetnek fitokannabioidok, magában a növényben lévő hatóanyagok, és körülbelül 60 kannabioid hatóanyag van magában a kannabiszban, és ezeknek az egymás közötti aránya attól függ, hogy milyen típusú kannabiszról beszélünk. A leggyakrabban emlegetett a kannabisz szatíva és a kannabisz indica. A szatívában van több pszichotróp THC anyag, biztos erről volt már szó ugye részletesen, és az indikában, amely másmilyen növésű, másmilyen szerkezetű, kevesebb a pszichotróp anyag. A THC-nak van tudat befolyásoló hatása. A CBD, illetve a más sokkal kisebb arányban a növényben lévő kannabioidok, mint a kannabidivarin, ganabigerol, kannabinol és körülbelül még 60 van. Ezeknek sokuknak egyáltalán nincs pszichotróp hatásuk, és ugye én, mint epileptológus, engem elsősorban ezek a részei érdekelnek a növénynek. Ugye antiepileptikus gyógyszervizsgálati vizsgálatunk van most az OIT-ben. Vannak ezen kívül szintetikus kannabioidok is, tehát amikor vegyi módon előállítják őket. Ezek törzskönyvezve, én úgy tudom, hogy Amerikában vannak és Kanadában, elsősorban rákbetegeknek a hányingere, tehát a citosztatikus terápia mellett kialakuló hányinger enyhítésére, illetve az alapbetegség miatt kialakuló hányás és hányinger enyhítésére használják őket. A kannabioidok azok az endokannabinoid rendszeren keresztül hatnak, tehát az endorfin rendszernek analógiájában, ugye ahol a morfinnak van egy endogén, néhány endogén anyaga, ugye a kannabisznak hatóanyagainak is vannak endogén anyagai, például az amandamin, vagy van egy másik anyag, amelyek hasonló szerkezetűek, és az agyban lévő kannabioid receptorokra hatnak. Két típusú receptorunk van. Az egyik az az egyes típusú, illetve a kettes típusú receptor. Aha, itt lehet őket látni. Ami érdekes ezekkel a hatóanyagokkal kapcsolatban az, hogy szemben az ingerület átvívő anyagokkal, amelyeket ugye neurotranszmittereknek nevezzünk, ők a preszinaptikus sejten vannak, és tulajdonképpen, ha kötődik hozzá valamiféle exogén vagy endogén kannabioid, befolyásolják az ingerület átvivést az idegrendszer különféle szegmenseiben, tehát ezek tulajdonképpen neurotranszmissziót moduláló, befolyásoló anyagok. Melyek azok a rendszerek, amelyekben sok a kannabioid receptor?
Sok kannabinoid receptort találunk a memória, memóriáért felelős, hol van, itt van, memóriáért felelős agyi régiókban, ami a hipokampusz és kapcsolatai. Szintén sokan vannak a hipotalamuszban, ami az étvágyért, illetve a táplálékbevitelért felelős. A mozgás szervezését felelős bazális ganglionokban, illetve a kisagyban, illetve az agytörzsben lévő Hanyinger központok, tehát hányás területeken szintén, illetve a magasabb rendű idegrendszeri működésekért felelős agykéregben is. A THC-nak, elsősorban a THC-nak van egy jutalmazó érzést kiváltó hatása, és ez a jutalmazó érzés, ez ugye nagyon jó mindenkinek. Az a jutalmazó érzés tulajdonképpen a memóriával is összefügg, mert azt jegyzünk meg, amiben motiváltak vagyunk, ami jó nekünk, ami fontos nekünk, és így kötődik tulajdonképpen a kannabinoid rendszer a memória területekhez. Kétféle típusú jutalmazás létezik. Az egyik jutalmazás az az amigdalához kötődik, ami egy alapvető jó érzés és érzelem. Ez egy gyors hatás, és gyorsan kialakul. A másik típusú jutalmazó érzés az a dopaminhez kötődik, és tulajdonképpen a teljesítmény, illetve a célok megvalósítása után érzett jó érzés, jutalomérzés, amelyik másmilyen, mint a közvetlenül az amigdala kisülései után jelentkező jutalomérzés. Na most probléma abban van, hogy ha fiatalkorban valaki csak az első típusú jutalomban részesül, ami egyébként fontos, mert hogyha evéskor, szex után jelentkezik ez az elsődleges jutalomérzés, szeretetkor, öleléskor, sport után, és hogyha elhanyagolja a másik típusú jutalmazási érzést, ami mondjuk rá teljesítmény, célok elérése alapján kap, akkor tulajdonképpen egy rosszul rögzül tulajdonképpen a magatartás hosszú távú irányban. És azt mondják, hogy azért veszélyes a fiatalkorban a füvezés, mert elsősorban az első típusú jutalomszerzésre kondicionálja a fiatal agyat, és másrészt romlik a memóriája, és hanyagolja a teljesítményorientált magatartást. Na most, ugye ezek lennének a hatóanyagok, amelyek orvosi használatban ugye rajta vannak a vizsgálati listákon. Ugye, amiért ez a konferencia is ugye létrejött, hogy mind több országban legális, viszont neurológiailag releváns, nagyon erősen ellenőrzött vizsgálat nem sok van. Látni fogjuk, hogy milyen területeken van úgynevezett első típusú vizsgálat. Ugye a gyógyszervizsgálatok úgy zajlanak, most én gyógyszerként beszélek a kannabiszról, mert elsősorban orvos vagyok, és azt gondolom, hogy akkor lenne helyes a kannabisz gyógyászati alkalmazása, hogyha gyógyszerként kezelnék, és hogy gyógyszerként vizsgálnák be. Ugye az állatkísérletesnek vizsgálatnak van 4 fázisa, és a humán vizsgálatnak is van 4 fázisa. Az 1-es az az önkéntes egészségeseken, a 2-es az az önkéntes betegeken, a 3-as az már nagy beteg anyagon a piacra dobás előtt, és a 4-dik az a post-marketing vizsgálat, amikor a hosszú távú következményeire vagyunk kíváncsiak egy gyógyszernek. Na most ezek a vizsgálatok most folyamatban vannak. Tehát amikor a cannabis alkalmazásáról beszélünk, akkor gondolom, hogy ez helyes, hogyha vannak már olyan eredményeink, amelyek ilyen irányúak, ami azt jelenti, hogy 2-s vakvizsgálatok, tehát nem tudja se az orvos, tehát az eredmények értékelésénél nem tudja se az orvos, se a beteg, hogy mit kapott, placebo kontrolláltak, vagy valamilyen más dizájnban kontrollált vizsgálatok, és vakvizsgálatok. Ugye probléma hogy kevés ilyen vizsgálat van, nagyon sok az érzelmi probléma ezzel kapcsolatban. Nekem is azt mondtak, hogy nekem is bajom lehet az itt létem miatt, remélem nem lesz. Vannak politikai vonatkozásai, média vonatkozásai, és hát van ugye biznisz is a háttérben.
Neurológiában három nagy területen én ugye az irodalmat tekintettem át, tehát saját tapasztalatom csak epilepsziában van, az is nagyon kevés, de az irodalmi adatok elsősorban a fájdalom területén vannak, illetve a szklerózis multiplex egyes tüneteinek a kezelésében. Amint ugye az izraeli kolléga is említette, ők nagyon sokat használják ugye mindenféle mozgászavarban, Tourette-ben, Parkinsonban, alvászavarban, sajnos ezekben a betegségekben az irodalmat áttekintve jól kontrollált vizsgálatok, amelyek hatékonyságról és biztonságosságról is beszámolnak, kevés, nagyon keveset találtam. Tehát ezek lennének azok a vizsgálatok, itt látjuk, ugye, hogy a legtöbb egyes típusú, tehát az a jól kontrollált biztos vizsgálat szklerózis multiplexben van, a többi területen nagyon kevés ilyen vizsgálat van. Ami a szklerózis multiplexet illeti, ami biztos, hogy a szubjektív spaszt, tehát amilyen tüneteket a szklerózis multiplexnél csökkent, az a spaszticitás, a spazmus, tehát a merevség, az izomgörcs, a fájdalmom szindrómák, ugye a szklerózis multiplexnél viszonylag sokszor van trigeminus neuralgia, másmilyen típusú neuralgiás fájdalmak, ebben nagyon hatékonynak bizonyult a kanabioidok. Azonban, amikor objektíven mérték a spaszticitást, akkor egyértelmű hatásosságot nem sikerült igazolni. A legjobb eredmények elsősorban fájdalomban vannak. Különféle módon próbálták, ugye elszívott cigarettában, extraktban, szintetikusakat is próbálták, elég sok vizsgálat volt, és talán itt a legjobbak az eredmények, és például az AIDS okozta fájdalmas neuropátiánál talán a leghatékonyabb fájdalomcsillapítószer. Egyébként a kannabisznak a sajátossága, hogy az egyébként analgetikumra, tehát hagyományos fájdalomcsillapítókra nem reagáló fájdalmat tudja enyhíteni, ezek a neurogén fájdalmak, ami vagy környékidegi eredetű fájdalom, nekem is volt sajnos részem ilyenben, és tényleg nagyon szörnyű, illetve a központi eredetű talamikus fájdalmak, tehát vannak olyan betegségek, amelyek nagyon fájdalmasak, és a központilag ható, egyébként sima, vagy a nem szteroid fájdalomcsillapítók nem hatnak rájuk. Próbálták alvászavarokra, itt nem voltak meggyőzőek az eredmények, és hát van egy lista, ez azzal a gyógyszergyárnak az irodalmi adatai, akikkel én kapcsolatban állok, amelyek most Magyarországon is, és egy multicentrikus vizsgálatban a világ sok országában is próbálnak egy specifikus kanabioidot felnőttkori fokális epilepsziában. Indikációk, ugye mondtuk már, hogy a kemoterápia okozta hány inger csökkentésére, és elsősorban ugye a Sativex, az a THC tartalmú kevert kanabioidot használják, illetve használják a szintetikus kanabioidot hány inger csökkentésére. Na most áttérve az epilepsziára, ugye mindannyian, akik epilepsziával foglalkozunk, tudjuk, hogy a füvezők jelentősen meg kell őket különböztetni a többi drogostól, vagy a többi mindenféle szert használó embertől, mert akik füveznek, náluk az epilepsziás rohamok gyakorisága sokkal kisebb. Ezt az epilepsziások is maguk is tudják, úgyhogy akik farmakoterápia rezisztens epilepsziában szenvednek, hébe-hóba kipróbálják a feketén vásárolt füvet is. Tehát elsősorban anekdóták vannak arról, hogy csökkenti a rohamszámot. A THC-val kapcsolatban, amelyik ugye a pszichoaktív szerezzel, vannak pro és kontra vizsgálatok is, hogy prokonvulzív is, tehát vannak olyan eredmények, amelyek a rohamszám emelkedését is mutatták. Azonban a CBD, illetve az egyes a növényben ritkán előforduló hatóanyagok, próbált általában követéses vizsgálatban sokkal egyértelműbb az, hogy ezeknek van antiepileptikus hatásuk, és például egy CBD-vel gazdagított gyógynövény kivonatot próbáltak, ez egy viszonylag friss irodalmi adat, látjuk, hogy a beteg 80%-a javult, 11%-a rohammentes, ez sok, mert például a gyógyszervizsgálatokkal összehasonlítva a legnagyobb rohammentes
százalék az a levetiracetámmal volt szintén 10% körüli, tehát a hivatalos gyógyszerek közül is a 10%-os az nagyon jó rohamentességet illetően. Itt látjuk azokat az állatkísérletes vizsgálatokat, ahol a különféle típusú kannabinoidokat próbálták ki. Látjuk, hogy ugye kevés, a no effect, tehát hogy nem volt, vagy esetleg prokonvulzív volt, ami azt jelenti, hogy rontott, az epilepsziásokon kis százalékban fordult elő, és látjuk, hogy elsősorban a CBD-nek volt nagy százalékos antikonvulzív hatása állatkísérletekben, illetve néhány, és mi ezt próbáljuk, olyan kannabinoidnak, amelyik kis százalékban vannak jelen a természetes hatóanyagban. A természetes növényben, bocsánat. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek kontrollált, ellenőrzött, szabályzott orvosi vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Ez is egy érdekes vizsgálat volt, ahol olyan betegeket néztek, akik epilepsziások, hogy hányan próbáltak és milyen típusú marihuánát spontán, és kiderült, ez egy amerikai vizsgálat volt, hogy a betegeknek körülbelül majdnem fele valamikor az élete folyamán azért kipróbálja, mert ők is olvasnak újságot, meg beszélgetnek róla, és ezeknek az embereknek körülbelül 20%-a rendszeresen fogyasztott is. Nekem is vannak olyan betegeim, akik fogyasztanak kannabiszt, elmondják nekem. Jó. Ezek lennének a kontrollált vizsgálatok, nem sok volt epilepsziában, de látjuk, hogy a responder ráta, ami azt jelenti, hogy a rohamszám 50%-kal vagy annál nagyobb százalékban csökken, ugye a 9 betegből 5-nél volt, tehát ezek mind pici kis vizsgálatok, tehát ezek nem igazi multicentrikus nagy kontrollált vizsgálatok, ezek a követéses vizsgálatok, tehát 9-ből 5-nél, ami nagy százalék, tehát 50%-os responder ráta, egy rohammentes, ami szintén 10% körül van, és hasonlóak voltak a többi vizsgálatok is. Gyerekkori epilepsziában, ami fontos kiemelni, hogy Amerikában volt egy ilyen Compassionate Use program, ahol Orin Devinsky kollega, akit én személyesen is ismerek, vezényelte le ezt a vizsgálatot, ahol több száz gyerek jutott hatóságilag is, és természetesen orvosilag is ellenőrzött CBD-hez, és ezt nagyon szigorúan követve ellenőrizték, és olyan nagyon súlyos gyerekkori epilepsziákban, amelyikben nagyon gyengén hatnak a konvencionális antiepileptikumok, nagyon jó hatás, sőt rohammentességet is tudtak elérni. Vannak olyan epilepsziák, amit úgy mondanak, hogy katasztrófa epilepsziák, amelyeknél jelentős rohamfrekvencia csökkenés, illetve rohammentességet is sikerült elérni, mint például a Dravet-szindróma vagy Lennox-Gastaut-szindróma. Jó, tehát ez lenne az a program. Ezek lennének annak a gyógyszergyárnak, akivel én hivatalos kapcsolatban vagyok, a hivatalos indikációi 2 évvel ezelőtt, ezek a nyilak azóta meghosszabbodtak, tehát ugyanarról szól, amiről én eddig beszéltem. És ezek lennének azok a hatékonysági szignifikancia értékek, amelyeket a kettős vak kontrollált vizsgálatok mutatnak, tehát minél kisebb, annál szignifikánsabb, az főleg volt itt egy alvásvizsgálat is, meg egy fájdalomvizsgálat is. Tehát amire szükségünk lenne az, hogy egy jó minőségű, tehát kontrollált minőségű különféle kannabinoidokat pontosan ismert adagban tartalmazó gyógyászati marihuánára, amely biztonságos, amely be van vizsgálva, aminek a hatékonysági mutatóit is ismerjük, amelynek standardizált az összetétele, fel kellene állítani a hivatalos indikációs területet, abszolút indikációt, relatív indikációt, nagyon fontos a kontraindikáció, tehát mikor ne, milyen komorbiditásban ne adjuk, erről nagyon kevés irodalmi adat van. Jó lenne, hogyha ez orvosi módon történne receptre, és hogyha támogatna a TB, hogy ne legyen stigmatizált ennek a használata semmiképp sem.
Tehát kellenek még vizsgálatok ahhoz, hogy az ember biztosan emellé álljon, mivel van toxikológiája is, ami a jó hír ebben, hogy nagyon széles terápiás indexe van, ami azt jelenti, ugye, hogy a farmakológiailag hatás és a halálos dózis között óriási a különbség, gyakorlatilag nem lehet túladagolni. A rossz hír azonban az, hogy azért vannak elsősorban THC-nak olyan tudatmódosító, vagy tudatot, vagy a magatartás befolyásoló hatásai, amire azért oda kell figyelni. Például, hogy a legtöbb közúti baleset az alkohol után, az cannabis hatása alatt történik, például az Egyesült Államokban voltak ilyen vizsgálatok, illetve azok a kognitív vizsgálatok, amelyek főleg fiatalkorban alkalmaznak, veszélyesek lehetnek ugye az egyén fejlődésére, ezek elsősorban figyelemzavar, memóriazavarok, mint a Frank Tamás, a magyar idegkutatásnak egyik nagyon fontos embere, ezen a területen dolgozik. Reakcióidő is csökken, ami közlekedésben nagyon fontos. Jó, vannak bizonyos pszichiátriai relatív vagy abszolút ellenjavallatok, és vannak olyan képalkotó vizsgálatok, amelyekkel egyértelműen látjuk, hogy akik hosszú idején keresztül kannabiszt használott, a hippocampus, a memória dispatcher, vagy a memória válogatásért fontos terület az csökken, illetve azok az agyi hálózatok, rendszerek, amelyek a feladat megoldásért felelnek, szintén kicsit zsugorodnak. Tehát mindezt ismervén kell eldönteni, hogy pró vagy kontra az adott betegnél. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm ezt a nagyon jó összefoglaló előadást, és mielőtt áttérnénk a kérdésekre, az előadók és a kérdezők által többször említett politikai implikációk kapcsán el szeretném mondani, hogy kísérletet tettünk a minisztérium meghívására, illetve többször meghívtuk őket panelbeszélgetésbe, így szerettük volna őket, vagy akár csak a nézők körében, de sajnos nem tudtak ennek eleget tenni, de reméljük, hogy egy következő konferenciára már a minisztérium képviselői is legalább nézőként eljönnek. És akkor most szeretném megkérdezni újra, hogy kinek van kérdése az előadónkhoz, és kérem, hogy mutatkozzon be, mielőtt a kérdést felteszi, és ott jön már a mikrofon ide a kockás Inges úrnak előre. Rimóci Máté vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy hallottam róla, hogy az endokannabinoid rendszer fontos szerepet játszik a neurogenezisben. Készültek-e már erre vonatkozó kutatások, hogy például időskori ilyen neurodegeneratív betegségek visszafordítására, vagy Alzheimer-korra, ami illetve még azt, hogy ilyen anekdotikus történeteket hallottam már a THC-savnak a hatékonyságáról, és ugye se pszichoaktív, és erről esetleg tud valamit mondani? Hatékonyságára, a THC-nak, amiben történő hatékonyságáról? Ha THC és sav, ugye a nyers kanabiszban. De milyen betegségben? Nem tudom igazából. Jó, tehát én gyakorló neurológus vagyok, én annak ellenére, hogy van pszichiátriai szakvizsgám, én nem vagyok gyakorló pszichiáter, és a pszichiátriai irodalmat sem, de itt van a kolléga, aki igen, úgyhogy tőle kérdezze ezt meg. Ami a neurológiai betegségeket illeti, ugye mi eddig klasszikus tan alapján úgy tartjuk, hogy nincs idegsejt szaporodás születés után. Tehát ahány idegsejttel születünk, csak kevesebbel halhatunk meg, az idegsejtek nem szaporodnak. A hippokampuszban lévő sejteknek az osztódását és a szaporodását kimutatták állatban, és most már vannak inkább olyan indirekt jelek, utalások, hogy lehet, hogy fiatal egyéneknél, emberben is képes a hippokampusz sejtjei, és ezek az egyetlen olyan neuronok, amelyek osztódni tudnak, de ez is még egyértelműen nincs bizonyítva. Na most, mivel a neurodegeneratív betegségekben sejtpusztulás történik, nincs benne orvosi logika, hogy ezt a sejtpusztulást bármi módon gátolni tudná. Köszönöm, professzor úr. Köszönöm szépen.
Van egy mikrofon. Túl sokat beszélek, de először is szeretnék a kollégának választ adni. Nem tudom, itt voltál végig? Ja nem, ez a hiba. Mert ha Hanus doktor előadását hallottad volna, akkor hallottad volna, hogy ezeknek a savaknak a vizsgálatát még jószerűvel esik. Tehát nagyon keveset tudunk róluk. Meglepő, engem is irritál, mert mindenki tudja, hogy a kannabinoidok jelentős része a növényben savformában van jelen. Mégsem történik igazán komoly kutatás. Ennek valószínű vannak okai, de ezt még én sem tudtam kideríteni, pedig én elég régen foglalkozok a kérdéssel. Tehát az, hogy anekdotikus híreket hallottunk, ezek tudományos előadások, sajnos, úgyhogy anekdotákkal nem hiszem, hogy foglalkozhatnak. Annak ellenére sem, hogy a kannabisz mai alkalmazásainak egy része az anekdotákból indult, az igaz. De mondjuk ilyen pontatlan megfogalmazott anekdotára nem lehet sajnos választani. De most én borzasztó örülök ennek az előadásnak. Ez mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy az orvosi kör jelen legyen ezeken a vitákon. Sokkal több kellene jelen legyen. Én magam is próbáltam például a neurológusokat bevonni, már évekkel ezelőtt írtam külön közleményt a neurológiai szakfolyóiratban, de azt tapasztalom, hogy nagyon gyenge a reakció, a rezonancia. Na most ennek számos oka van, jó lenne, ha délután erről majd beszélgetni tudnánk. Nekem is van véleményem, és hasznos lett, de én itt láttam egy diát, igen, a fizisimmel, ugye a problémák, ezek mindegyike hozzájárul. De őnélkül nagyon nehéz arról beszélni, hogy a kannabis gyógyászati alkalmazása. Ha ők nincsenek itt, és nem forszírozzák, egy, kettő, a cégek, akik gyártanak ilyen készítményeket, nem forszírozzák. Na most ebben a tekintetben viszont meglepőnek tartom, hogy a Sativex-et tetszenek vizsgálni. Nem, mi nem. Mert ott a diából nem, de én mondtam, hogy ugyanannak a gyógyszergyárnak egy másik gyógyszerét vizsgáljuk. Ja, és az a gyógyszergyár nem regisztráltatta még azt a készítményt Európában? Igen. Hát akkor miért kell ezt külön vizsgálni? Nem világos nekem. Hát az Európában azt a készítmény még nem, de vannak neki regisztrált készítményei. Ugye említettem, ugye a 60 kannabinoid közül ugye a kannabinoid volt az, ami ugye antiepileptikusként futott, de úgy tűnik, hogy a többi, amelyek nagyon kis százalékban vannak a növényben jelen, és nehéz őket úgy legyártani, hogy koncent, hogy tiszta anyag legyen. Nem hiszem, hogy ez a, nem az a vonal, ami engem érdekel, hogyha egyszer a gyárnak megvan ez a készítménye, ez egy standardizált készítmény. Ismerem a GW Pharmacy-t, az ő nevükben adtam elő a Sativex-ről az ő anyagokat. Nem a Sativex-ről van szó most. De azt mondom, hogy ismerem őket, hogy milyen színvonalon dolgoznak. Azt jó. Is tudom, hogy nyilván regisztráltatják, és a Bayerrel is együttműködnek. De most nem, már nem. Hát akkor korábban, mert megvette tőlük a Sativex-et egy időben. Na most a... Tessék? Probably it is Epidiolex, which is on CD. A Diol. A Diol. Yes. Na, ja, mindegy, but not only this, but de lényeg az, hogy ez a minőségednek egy garanciája. Na most az, hogy így országonként vagy az adott indikációra nem történt elég vizsgálat, és ez kiegészítő ahhoz, hogy hazai engedélyezésre segítsen elő, ez a cél feltételezett. Nem, ez egy multicentrikus vizsgálat, csak tehát ez egy hármas fázisú vizsgálat még, tehát bármilyen piacra kerülés előtti vizsgálat egy olyan kannabinoidról, amelyik nem az Epidiolexnek a CBD hatóanyaga, hanem egy másik. Igen, tehát amelyik, ez egy klinikai megbízás. Ez egy klinikai megbízás, jó, igen. Szépen. Amit pedig az orvosokról, ugye én is azt gondolom, hogy az orvostársadalom az egy rendkívül konzervatív társadalom, és igen, ezzel én egyetértek. Na de ennek megvannak az okai, ne haragudj, én is onnan jövök. Én is úgyhogy onnan jövök. Ennek számos oka van, és azt hiszem, hogy sok tekintetben téves vágányon próbáljuk forszírozni a dolgot. De majd erről délután beszélgethetünk, és arról is, hogy vajon miért kell ilyen sporadikus vizsgálatok tömege, és mégis ilyen lassan halad előre a dolog, látszólag lassan. Erről is lehet beszélgetni. Én voltam egy svájci gyógyszergyárnak is a tanácsadó. A Pakta úr erről majd beszél az európai szabályozás függvényében, ugye? Kedves kollégám! Köszönjük szépen! Gyógyszergyáraknál mindig nagyon lassan haladnak a dolgok, tehát ez más gyógyszereknél is így van. Tehát haladást illetően mindig lassan haladnak. Köszönöm! Van másnak... Bocsánat! Tudom, hogy mert mindenki kávézni szeretne, de ott még van egy kérdés, azt még meghallgatjuk.
Van most. Köszönöm, csak egy gyors kérdés, Gurabi Orsai vagy. Köszönöm. Elhangzott, hogy nem az Epidiolex klinikai hatóanyaggal történik a vizsgálat. El lehet árulni, hogy mivel, tehát, hogy mi pontosan, mert ugye utalt rá. Én tudom, csak ez nem az a fórum, nem, ahol, igen. Ahol ezt, jó. Igen, tehát itt van egy titoktartási kötelezettség is. És a gyógyszergyár maga? Hát az is. Jó, köszönöm. Egyébként több olyan gyógyszergyár van, vagy nem is tudom, minek nevezem, szerintem gyógyszergyár, aki nem ismerem őket azért annyira jól, akik tiszta CBD-t gyártanak, mondjuk úgy állítanak elő, igen, vagy vonnak ki a növényből. Tehát nem csak a GV Pharma, hanem vannak más európai és amerikai cégek is, akik viszonylag nagy tisztaságú, sőt 99 vagy 99 feletti tisztaságú CBD-t tartalmazó szert állítanak elő. Köszönjük. És ami szerintem a fontos, nem a tiltás, hanem a szabályozás. Tehát valamiféle olyan és egészségügyi fórumot kellene szervezni, ahol a szabályozásról van szó. Hogyan szabályozunk, ne tiltsuk, szabályozzuk. Nagyon szépen köszönöm az előadásokat. Tehát a reggeli panelben elsősorban az orvosi kérdéseket jártuk körül, de számtalanszor felmerült a szabályozás kérdése. A következő panel ezzel kezd el foglalkozni.